Oltási akció. A kijelölt napokon előzetes időpont foglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet kérni a COVID-19 elleni vakcinát, amit már sokan igénybe is vettek. Állatvédelem. A helyes állattartásról nyújt ismereteket az Állatvédelmi Központ. Elindultak a Hegyvidéki Kulturális Szalon programjai. Irodalmi este, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket. Jó estét kívánok! A Budai Híradót látják, 19 óra van. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új honlapjára hasonlító, minden bizonnyal adathalászatra létrehozott csalóportál jelent meg az interneten, figyelmeztetett közleményében a NAV. Az Álportál a járványra és kitalált adóvisszatérítésre hivatkozva ígér pénzt, ám a NAV közleménye szerint az adóhivatal soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat, amint azt a hamis honlap megteszi. A NAV hivatalos portáljának elérhetősége www.nav.gov.hu. Többször beszámoltunk már róla a Hegyvidék TV-ben, ám most a Hegyvidéki Zöld Iroda vezetője is felhívja a figyelmet arra, hogy január 1-től változott a fővárosi szelektív hulladékgyűjtés. A különböző anyagokból és több rétegből álló italos dobozokat nem a papírhulladékok közé, a kék fedelű kukákba, hanem a műanyag és fém hulladékokat gyűjtő sárga fedelű edényekbe kell dobni. Ennek az a lényege, hogy a papírhulladék az tisztán papírhulladék legyen a fővárosi közterület fenntartó részére, sokkal könnyebben tudják ezt kezelni és újra felhasználni, míg a sárga fedeles vegyes hulladékot, hiszen abban vannak fém és műanyag hulladékok egyaránt, ezeket akkor tudják szortírozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szabály, és mindenki érdeke, hogy ez megvalósuljon, és szeretném továbbra is felhívni néhány olyan fontos szabályra a figyelmet, ami elő szokott fordulni, ételmaradék ne kerüljön a szelektív gyűjtésbe, illetve csomagoló anyagok esetén, főleg az ünnepek után, közben szokott ez előjönni, hogy a nagy kartondobozokat, azokat tépdessük kisebbre, hogy jobban beférjen, és még egy kardinális kérdés szokott a lakók részéről előkerülni, ez pedig a hungarocell típusú csomagoló anyagok, amiket nagyon sokan beledobnak a műanyag hulladékba, mert azt gondolják, hogy műanyag hulladék, ez nem, ez veszélyes hulladék, úgyhogy hivatalosan ezt le kéne adni, összegyűjteni és leadni a hulladékudvarokban, az a helyes felhasználási mód. Az oltási akció keretében a 12. kerületi Böszörményi úti rendelőben is jelentős számban kérték a koronavírus elleni vakcinát. Naponta több új megbetegedést jelentenek be, ám ezzel arányosan az oltási hajlandóság is nőtt. Sokakat a következő járványhullám és az új vírusvariáns megjelenése bírt döntésre, míg másoknak a személyes tapasztalatok, javaslatok is számítanak a betegség elleni védekezésben. Az 50 éves férfi beteg megbetegedett, 3 további családtagja került kórházba. 70 napi küzdelem után sikerült a lélegeztetőgépről és a műtüdőről, az ECMO-ról őt leválasztani. És amikor először magánál volt a beteg, akkor az első dolga az volt, hogy SMS-eket küldött a barátainak, hogy feltétlenül oltsák be magukat. Az előbb látott videó üzenetben Merkeli Béla egy személyes történettel emlékeztet a COVID-19 fertőzés megelőzésének fontosságára. Az oltás életet menthet, éppen ezért januárban folytatódik az oltási akció a kormányzati intézkedéseknek megfelelően, melynek során a kijelölt napokon időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet kérni a koronavírus elleni vakcinát. A Böszörményi úti rendelőben emelt kapacitással várják akár az első, akár a harmadik megerősítő oltásukra érkezőket, amit a tapasztalatok szerint sokan igénybe is vesznek. Viszonylag sokan érkeznek első oltást fölvenni, ebből a jelentős korosztály inkább a fiatalokat érinti, és megfigyeltő volt például a tanárok körében elég magas volt a jelentkezés, hiszen nincsen meg a védettségük, nincsenek beoltva, akkor ez akár a munkájukba is kerülhet. Aki viszonylag nagyobb számban jelentkeznek most a harmadik oltástra, és már érdeklődnek a negyedik oltás felül, és az idősebb korosztály elsősorban, meg a középkorúak, de gyakorlatilag minden korosztályból most nagy az érdeklődés az oltások körében.
A hegyvidéken rendelő doktornő arra is kitért, kinek mikor esedékes beoltatnia magát, még akkor is, ha a betegségen időközben átesett. Az a mostani állásfoglalás a szabályzat alapján, hogy aki nem volt soha oltva, tehát egy oltása sincs, az a betegség lezajlását követően ez néhány hetet igénybe vesz, hiszen aki oltatlan és elkapja ezt a COVID-betegséget, azok általában sokkal súlyosabb és sokkal hosszabb tünetekkel szenvednek, némelyik még kórházba is kerül. Tehát akinek ez a betegsége lezajlott, az gyakorlatilag egészséges, utána rögtön oltható. Valaki már megkapott egy vagy két oltást, megbetegedett, a betegsége lezajlott. Általában kettő oltás után 4 hónapot kell várni a harmadik úgynevezett booster oltásra, és ezt követően megkaphatja a harmadik védőoltást. Mindenki oltassa be magát, akinek még nincs meg az oltása, mert nagyon fontos. Nem csak a saját, hanem a többiek egészsége szempontjából is. A szakember kitért a maszkviselés fontosságára is, ami a betegség megelőzés másik fontos eszközeként ismert. Most mióta ez a maszkordás van, azóta gyakorlatilag influenza nem is fordult elő. Szinte elenyésző számban volt influenzás megbetegedés, bár mondjuk a tünetek alapján ezért elég nehezen elkülöníthető a COVID-tól. Gyakorlatilag influenza oltást is elég sokat beadtunk itt a rendelőbe, akár úgy, hogy két hét különbséggel, akár úgy, hogy az egyik karjában azonos időpontban megkapta az influenza elleni oltást, a másik karjában meg a COVID elleni védőoltást. És nem fokozta az oltási reakciót gyakorlatilag. A doktornő elmondta, a koronavírus omikron variánsának terjedésével egyre nő a regisztrált betegek száma. A Böszörményi úti rendelőben napi szinten 5-10 új esetet jelentenek be. Az előírás szerint ilyenkor a betegnek 7 napig kell karanténban tartózkodnia. A Böszörményi úti házi orvosi rendelőben is még tart a januári oltási akció, amire mindenkit várnak, ám február 1-től a rendelés átköltözik a Kútvölgyi Kórház második emeletére, így a betegellátás ott folytatódik majd hamarosan. Február 15-től csak az a felnőtt személy minősül oltottnak, aki beadatta a vakcinát. A betegségen való átesettség önmagában nem jelent majd védettséget. Ezt mondta egy interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök kitért a karanténszabályok változására is. Ez szerint a gyorsabban terjedő, de kevésbé intenzív omikron variáns miatt 7 napra csökken a karantén kötelezettség. De aki be tud mutatni negatív tesztet, az már 5 nap után is elhagyhatja a karantént. Januárban a csütörtöki, pénteki és szombati napokon továbbra is oltási akció lesz, valamint mozgó oltópontokként katonai buszokkal is járják az országot. A kormányzati portálon közölt adatok szerint 15.957 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, elhunyt 65, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 2.674 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen. Az állatorvosok már több éve kapnak állatvédelmi képzést az egyetemen, ám az egy éve alakult állatvédelmi központ a tanárokat és a gyerekeket is szeretné beavatni a helyes állattartás rejtelmeibe. Ehhez és a szakmai, valamint civil állatvédelmi szervezetek támogatására 1,5 milliárdos támogatást ad a költségvetés. A rendszerváltásig még embervédelemről sem volt szó, nemhogy állatvédelemről, így most egy több évtizedes lemaradást kell bepótolni a lehető legrövidebb idő alatt. Ezt mondta az éppen egy éve felállított állatvédelmi központ vezetője, amikor a feladataikról kérdeztük. Vetter Szilvia szerint minden állattartót, illetve embert nem lehet rövid idő alatt szakértővé képezni, de egy stratégia mentén hatékonyabb lehet a tudatformáló munka, mint a korábbi években. Ami a realitás, az az, hogy különböző célcsoportokat alakítsunk ki, akiknek szeretnénk átadni ezt az állatvédelmi tudást. Ezek egészen speciális célcsoportok is lehetnek, mint például a pedagógusok csoportja, vagy például a hatóság képviselőinek a csoportja, akiket például a jogszabályváltozások miatt elég sok új kihívással kell szembenézniük az állatvédelem területén, de így módon akár a gyerekeket is meg lehetne említeni. Az a tudás, amit szeretnénk nekik átadni, hogy hogyan kell bánni egy állattal, hogy az állat nem ember, hogy az állatnak meg egészen más igényei vannak, hogy nekünk mindenféle szempontból etikai, vallási, filozófiai, pszichológiai alapon is érdemes az állatvilággal egy pozitív interakciót kialakítani. Hogy milyen társadalomformáló és személyiségformáló ereje van az állatvédelemnek. Ezeket mind-mind le kell fordítani az adott célcsoportnak a nyelvezetére. A központ vezetője Pasteurt idézte, aki azt mondta, hogy az orvos az embert gyógyítja, az állatorvos pedig az emberiséget.
Ezzel arra is utalt, nem véletlen, hogy az Állatvédelmi Központ a 235 éves Állatorvostudományi Egyetemen jött létre, hiszen az állatorvosok speciális képzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az állattartók gondolkodását is alakítsák. 2017 óta kötelező tárgy most már az állatvédelem az állatorvos képzésben első éveseknek minden évfolyamunkon. Emellett a központunknak a létrejöttével egy új kötelező tárgy is érkezett. Negyedévesek most már hallgatnak úgynevezett összehasonlító állatvédelmet. Ez a pusztán állatorvosi szempontokat igyekszik a lehető legteljesebb mértékben kiegészíteni. Ez egy nagyon multidisziplináris szemléletű tárgy, vagyis jogi, pszichológiai, kommunikációs, gazdasági szempontokkal igyekszünk dúsítani ezt a tudást. Úgy gondoljuk, hogy ez így teljes, az állatvédelem egy szakterületeken átívelő tudományág. Vetter Szilvia szerint az állatvédelem nem csak a szakterületeket köti össze, hanem minden olyan törvényalkotói, szakmai és civil szervezetet is, amely az állatok védelmében tenni akar. Nem véletlen, hogy a tavaly októberben született állatvédelmi kódexhez már több mint 100 szervezet csatlakozott. A munka hatékonyságát jelentősen segíti, hogy a kormány anyagi forrást is biztosít ehhez. A magyarországi állatvédelem történetében a tavalyi év végén született egy olyan kormányhatározat, amely 1,5 milliárd forintot szán az állatvédelemre. Mégpedig olyan felosztásban, hogy ebből 500 millió civil szervezeteknek az ivartalanítási akcióira, a férőhely bővítésére, illetve egyéb terheinek a csökkentésére fordíthatóak. Ugyanebben a csomagban 250 millió az ebrendészeti terepeknek a korszerűsítésére fog menni, 50 millió tápadományra, újabb 250 millió ivartalanításra. Ennek előzményeként a Magyar Falu programban tavaly már 500 millió forintot adott a költségvetés az 5000 lakosnál kisebb községekben szervezett ivartalanításra, ami pedig az Állatvédelmi Központ munkáját közvetlenül is segíti, az a 250 millió forint, amelyet a lakosság szemléletformálására, illetve állatvédelmi ismeretterjesztésre fordíthatnak az Állatorvostudományi Egyetem bevonásával. Jövő héten dönt a főváros a BKK járatain használható időalapú jegyek bevezetéséről. Ha a közgyűlés megszavazza, akkor az új jegyek átszállásoktól függetlenül bármennyi járműre használhatók a megadott időkorláton belül. A félórás és másfél órás jegyeket Budapest közigazgatási határán belül a MÁV-HÉV vonatjain és a Volánbusz kék járatain is elfogadják majd. A 30 perces jegyára a tervek szerint 530, a 90 percesé pedig 750 forint lesz majd. 4 embert fogtak el a rendőrök azon az ellenőrzésen, amelyet a budai fonódó villamosvonalon tartottak. A BKK és a BRFK munkatársai rendszeresen tartanak ellenőrzéseket ezen a vonalon is, az utasok biztonsága érdekében. Ezen a héten a 41-es villamost és annak megálló helyeit ellenőrizték, és a rendőrök az egésznapos akció során 4 embert állítottak elő. 3 körözött bűnöző mellett egy jegyautomatákat megrongáló tolvajt is elfogtak. Az ellenőrzésen 3 helyszíni bírságot is kiszabtak a közterületi alkoholfogyasztás és közlekedési szabálysértés miatt. Idén megkezdi működésének 11. évét a Hegyvidéki Kulturális Szalon. Az állandó programok mellett előadásokkal, irodalmi estekkel és koncertekkel is várják a közönséget a szervezők. Januárban még megtekinthető Kürti Hanna festőművész kiállítása a szalonban, amelyet a hónap végén exkluzív tárlatvezetéssel zárnak. A Hegyvidéki Kulturális Szalon idén kezdi meg fennállásának 11. évét, a 12. kerületi Törpe utcában található épületében, ahol különböző színes programokkal várják a közösségi élmények és a művészetek szerelmeseit. A szalon állandó programjai mellett januárban találkozhatunk irodalmi estekkel, a hónapban esedékes Magyar Kultúra napja köré szervezve tartanak előadásokat, folytatódik a Szalon Egyetem, és a hónap végén koncerttel is várják az érdeklődőket. Elindultak a közkedvelt sorozatai. Például a Kulisszák mögött színháztörténeti sorozat, amelyet Szebényi Ági vezet, tart, és kicsit az irodalomban, így a Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan, kicsit az irodalomban tovább sétálva egy irodalmi szalon előadást tudok, és szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani. Telsánszki Józsi Jenő munkásságáról lesz szó az irodalmi szalon keretében. Magyar szakos tanárnő, a Tamáska Jánosnét nagyon sokan szeretik, ő tartja ezt, és természetesen most is felolvasások színesítik majd ezt a programot. A Szalon Egyetem évről évre történelmi, tudományos és művészeti témájú előadásaival kalauzolja el hallgatóit izgalmas világokba.
A jövő héten szerdán 26-án délután 14:30-kor a szobrász témakörben kezdjük először a Szalon Egyetemi előadást, mégpedig Borbereki szobrászművész munkásságáról és a szolnoki művész szelepen folytatott tevékenységéről lesz szó. Emellett egy érzelemdús és dinamikus koncertélménnyel is várják a szalon közönségét, amely egy ingyenes deregisztrációhoz kötött esemény lesz. A januári programok pedig Kürti Hanna festőművész, Fény, vonalak és mozgás, az Élet harmóniája című kiállításának záró eseményével végződnek. Január 29-én az Olá Gypsy Beats nagyon vidám koncertje kerül sorra itt a szalonban a Köszönjük Magyarország rendezvénysorozat részeként. Január végére gondolva még egy nagyon különleges eseményre szeretném meghívni a kedves vendégeket és látogatóinkat. Január 28-án pénteken délután annak a kiállításnak lesz a finisszázsa, amelyet december 1-én nyitottunk meg, mégpedig a Cifra 100 emlékév keretében Kürti Hanna festőművésznő tárlata nyílt itt meg december elején. És most, január 28-án pénteken délután pedig egy olyan finisszázsra kerül sor, ahol a művésznővel egy exkluzív tárlatvezetésen sétálhatunk végig. A Cifra 100 rendezvénysorozat azonban itt még nem ér véget. Február 17-én és 19-én, valamint március 4-én is tartanak majd koncerteket a Cifra Fesztivál részeként a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. A programokról érdemes tájékozódni a kulturalisszalon.hu weboldalon. A Budai Híradót látták. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!